Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szexárd. www.s+cstudio.hu. Sok az ittas vezető, Tolna megyében halálos baleset is történt részegsofőr miatt. Szociális tűzifa akció, január elejéig mindenki megkapja a tüzelőt. Ételfelajánlások, sokan segítik a téli időszakban a hajléktalan szállókat. Fiatalok a városért díjazták a tehetséges diákokat Bátaszéken. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. 3,4%-kal több baleset történt az első 10 hónapban Magyarországon, mint 2017 hasonló időszakában. 513-an, 15-tel többen haltak meg az utakon, mint tavaly. Minden 12. baleset ittas vezetés miatt következett be. Tolna megyében is sokan okoznak balesetet ittasan. Fának csapodott egy autó a 65-ös számú úton Iregszemcse határában december elején. A Siófok felé tartó sofőr vélhetően azért tért le az útról, mert ittas volt, és nem tudta bevenni a kanyart. A balesetben egy ember meghalt, kettőt pedig a mentők kórházba szállítottak. Ettől a helytől nem messze a 6-os úton Bonyhád és Kakast között csúszott be egy férfi az árokba december közepén. Ebben a balesetben is közrejátszhatott az alkohol. Úgy tudjuk, a sofőr vélhetően azért tért le az útról, mert ittasan vezetett, és elvesztette az uralmát az autó fölött. A kiérkező rendőrök meg akarták vele fújatni a szondát és elkérni az iratait, ám a férfi annyira részeg volt, hogy elaludt intézkedés közben. Komlósiné Kis Annát, a Tolna megyei rendőrfőkapitányság szóvivője azt mondja, a megyében sokan okoznak balesetet ittasan. Sajnos Tolna megye útjain bekövetkezett halálos kimenetelő baleset is amiatt, hogy valaki ittas állapotban ült az autóba. Ez szerencsére nem jellemző a mindennapokban, viszont számtalan olyan eset van, amikor kollégáimnak ittas járművezetővel szemben kell intézkedni, akkor is, amikor éppen nem okoz balesetet az ittas járművezető. Mindenkinek felhívjuk a figyelmét arra, hogy alkoholfogyasztása senki számára sem tilalmazott, viszont hogyha bárki akár csak egy pohár bort vagy egy üveg sört megiszik, akkor a járművalánja mögé ne üljön. Mindenki ezzel saját maga, illetve mások életét is megmentheti. Az Országos Rendőrfőkapitányság Országos Balesetmegelőzési Bizottságának legfrissebb adatai szerint az év első 10 hónapjában összesen 14.159 személyi sérüléssel járó baleset történt hazánk útjain. Ez 3,5%-kal több, mint 2017 hasonló időszakában. Október végéig 513-an vesztették életüket az utakon, ez 15 fővel több, mint a tavalyi hasonló periódusban. A balesetek legfőbb oka továbbra is a gyorshajtás, ami a balesetek 31%-áért felelős. Az alkoholos befolyásoltság a balesetek 8,5%-ában volt tetten érhető, vagyis minden 12. baleset ittas vezetés miatt következett be. Személyautó és teherautó ütközött össze az M6-os autópályán Bátaszék közelében. A balesetben senki nem sérült meg, az autópálya balesettel érintett szakaszán a helyszínelés és a műszaki mentés ideje alatt a forgalom rendőri irányítás mellett haladt. Január elejéig minden igénylő megkapja a szociális tűzifát, a helyi önkormányzat saját forrásból, a város szociális rendelete alapján minden igénylőnek 15 mázsa tüzelőt biztosít. A családok 80%-ához már eljutott a tüzelő. Becsei Gyulánéhoz érkezik a szociális tűzifa. Azt mondja, vannak napok, amikor be sem tud gyújtani, inkább átmegy a szomszédokhoz. Nehéz életkörülmények között egyedül él. Rokkan nyugdíjas vagyok. 62.000 forintból élek. Úgyhogy próbálok venni, de nagyon megköszorítsam, mert ami megmarad, ugye akkor mi kimennek a csekkekre. 45.000 forintot költ tűzifára egy fűtési szezon alatt. Rajta kívül 179 rászoruló jelezte igényét az év szeptemberig a polgármesteri hivatalnak. Több mint 300 tonna tűzifa kiszállítása történik meg itt Szexárdon. Ez a költségvetésből kb. 12 millió forintba kerül nekünk. A rendelet szerint február végéig kell kiszállítani a fákat, de a város arra vállalkozott, hogy január elejéig minden igényt kielégítenek. Eddig az összes kérelmező 80%-a már fűthet a fákkal. Egy család
15 mázsányi tüzelőanyagra volt jogosult. Teljes teltházzal működik a hajléktalan szálló Szekszárdon, amióta tilos életvitelszerűen az utcán tartózkodni, nincs olyan ember a tolnai megyeszékhelyen, aki ne fogadna el legalább a nappali melegedő szolgáltatását. Karácsony előtt megnő az ételfelajánlások száma is a szállón. Érkezik a város ajándéka a szekszárdi hajléktalan szállóba. Szűcs László intézményvezető azt mondja, ilyenkor folyamatosan kapnak a támogatásokat. Jelenleg 35-40 ember lakik a szállón. Teltház van minden ellátást nyújtó intézményben. Egyre kevesebb ügyfél van, aki egyáltalán semmit nem szeretne elfogadni. Nyilván október 15-én volt egy szabálysértési törvénymódosítás, ez többeket azért megijesztett, de a nappali ellátást legalább elfogadják ezek az emberek is. Ilyenkor, mondja Szűcs László, sokan melegételt hoznak, vagy egyéb adományokkal segítik a hajléktalanokat. Van, aki pörkölt főzés, van, aki gulyás levessel, túros batyúval látta el az ügyfeleinket, van, aki szaloncukoradománnyal kedveskedik, sőt, dohányadományunk is van. A karácsony előtti héten 4 ételfőzési akciót szervezünk, ami konkrétan itt van az intézményben. A Menhely Alapítvány felmérése szerint közel 50 ezer hajléktalan él Magyarországon. Ellátásukra évek óta a szolgálatokon keresztül 8-9 milliárd forintot költ az állami költségvetés. A Tolna megyei roma kisebbségi önkormányzat 200 ezer forint értékben vásárolt ajándékokat a rászoruló gyerekeknek. Hőgyészre, Szekszárdra, Iregszemcsére és Fadra is vittek a gyermek és lakóotthonokba játékokat, édességet és üdítőt a hátrányos helyzetű gyermekeknek, fiataloknak. Nagyon nagy szeretettel visztük ezeket a kis csekély dolgokat, játékokat is inkább édességre gondoltunk, de előtte egy információt kértünk azért a nevelőktől, hogy mi az a dolog, amit be tudnánk egy kicsit előrébb vinni a gyerekeknek az érdekeit, és úgy gondoltuk megyei képviselők, hogy tényleg kis dolgokba, de hasznosát próbáljuk tenni magunkat is, meg a gyerekeknek az előmenetre is szeretnénk előbb vinni, azzal, hogy társas játékokat, tojikai játékokat próbáltunk inkább többnyire. Összesen 480 millió forintnyi ösztöndíjban részesül 750 felsőfokú ápolói, védőnői, illetve mentőtiszti alapképzésben résztvevő hallgató. A kormány döntése alapján jelentette be Kásler Miklós emberi erőforrások minisztere Budapesten. A fejenként és fél évenként 320 ezer forintnyi támogatást az Emberi Erőforrások Minisztériuma saját forrásainak átcsoportosítása nyomán nyújtja a hallgatóknak. Az ösztöndíj programot a közfinanszírozott egészségügyi intézményekben kialakult szakemberhiány mérséklése a munkaerő utánpótlás érdekében indította a tárca. Mindig a jelenben dől el, hogy milyen lesz a jövő, mondta Bozsolik Róbert bátaszék polgármestere a Fiatalok a Városért díját adon, ahol közel 30 kiemelkedő teljesítményt nyújtó bátaszéki diákokat ismertek el. Így szeretné a város a fiatalok kötődését tovább mélyíteni. Nem vagyok én szelidecske, sem nem lehet, sem negyecske. Én egy kerti virág vagyok, a harmadér majd meghalok. Bala Lajkán adott elő az egyik díjazott, Bojás Eszter, azon az ünnepségen, amin Bátaszék város önkormányzata elismerte a kiemelkedő teljesítmény nyújtó diákokat. Idén közel 30 fiatal díjazott a város, köztük a Vadó Karate Európa bajnokságon ezüstérmet szerző Bognár Barnát. Most pihenünk, és februárban lesz egy kis pesti verseny, most arra fogunk majd készülni. Milyen érzés, hogy átveheted ma ezt az oklevelet, illetve ezt a díjat? Hát, nagyon jó. Mindig a jelenben dől el, hogy milyen lesz a jövő, mondta Bozsolik Róbert, Bátaszék polgármestere ünnepi köszöntőjében. A város első embere felidézte az idei fejlesztéseket, elért eredményeket és kiemelte, a városnak fontos elismernie a tehetségeket, hiszen a művészet a sport területén vagy éppen a tanulásban kiemelkedő teljesítmény nyújtó fiatalok öregítik a város hírnevét. Szeretnénk őket ezzel a kis oklevéllel is elismerni, hiszen bízunk abban, hogy ezzel egy kis gondolatot ültetünk a fejükbe, egy olyan gondolatot, hogy jó itt Bátaszéken lenni, elismerik Bátaszéken az ő munkájukat, tehetségüket, és bár az élet valószínűleg el fogja őket sodorni egy kicsit, hiszen elmennek főiskolára, elmennek egyetemre, elmennek világot látni, de ez a kis gondolat talán ott motoszkál majd a fejükbe,
és hazatérnek hozzánk, és amit megtanultak, azt majd itt bátaszéket, a bátaszékért tudják majd kamatoztatni. Az idén először az év mecénása oklevelet is kiosztották, egy helyi húsipari céget ismertek így el. Elismerő oklevelet vehetett még át Mezei Bonifácné, a Napsugár nyugdíjas egylet legköszönő vezetője, valamint Réglernés Tang Erika is. A közösségük irányításában több mint 2 évtizeden keresztül végzett tevékenységükért. Lett évét sorsolt, aki közjegyző jelenlétében csütörtökön délelőtt az Erőv ZRT munkatársai a cég szekszárdi ügyfélszolgálati irodájában. A nagyértékű televíziót egy dolnai férfi nyerte, ám rajta kívül még 15-en örülhettek, ők különböző értékű ajándékcsomagot kapnak postán a vízszolgáltató cégtől. A nyereményjáték, aminek most volt a sorsolása, december 1-én indult, és a részvételnek csupán az volt a feltétele, hogy az éppen esedékes vízdíj számlát az ügyfeleknek a cég valamelyik kirendeltségén személyesen kellett befizetnie. A cég vezérigazgatója azt mondja, őket is meglepte, milyen sokan vettek részt az adventi nyereményjátékon. Azt szerettük volna, hogy minél több ügyfelünk, partnerünk ismerje meg ezt az ügyfélszolgálati irodánkat, és ezért adtuk ezt a lehetőséget, hogy itt is befizethető a vízdíj, nem kell postán sorba állni. Biztosítottuk azt, hogy aki a hívógombon, a bejelentkezésen vízdíjat szeretne befizetni, azt a programot választja, akkor soron kívül sorra kerül. És nem csak itt Szekszárdon, hanem a vidéki ügyfélszolgálati irodánkban is, tehát összesen 9 helyen volt erre lehetőség. Kicsit meglepett bennünket is most, hogy láttuk, hogy milyen sokan éltek ezzel, és ennek nagyon örülünk, úgyhogy gondolkodunk benne, hogy valamivel még jövő évben is folytatni fogjuk ezt. A Garai Gimnázium diákjai is adományokat gyűjtöttek az elmúlt hetekben. A diákok közel 100 ajándékokkal teli cipős dobozt adtak át a Humán Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat számára, hogy osszák szét a rászoruló családok gyermekek között. A gimnázium igazgatója az ünnepélyes átadón elmondta, nagyon büszke a diák önkormányzat tagjaira és az iskola diákjaira, akik fiatal koruk ellenére nagy szociális érzékenységről tettek tanúbizonyságot a gyűjtéssel és munkájukkal. Álljunk bele, ha kell, bármi jöjjön is el, legyen szabad a grunt. Műsorral is készültek a Garai Gimnázium diákjai a cipős doboz akció ünnepi átadóján. Ez is jól tükrözi a fiatalok lelkesedését, ahogyan a jótékony ügy mellé álltak és heteken keresztül gyűjtötték az ajándékokat a rászoruló gyerekeknek. A cipős doboz akciót a diák önkormányzat szervezte és koordinálta idén is. Én úgy gondolom, hogy itt nem az ajándék ára, vagy hogy mi van abban a dobozban a lényeg, hanem tényleg olyan, ami úgy kicsit érdekessé tudja tenni egy hátrányos helyzetű gyerek helyzetét, vagy segít neki. Én például ruhákat tettem bele, egy-két csokit, egy kulacsot, könyvet, ilyesmit. Az átadón Helyma Józsefné igazgató elmondta, büszke a gimnázium tanulóira, akik fiatal koruk ellenére nagy szociális érzékenységről tettek tanúbizonyságot a gyűjtés során. 10 éve kezdtük el, egészen pontosan 2008-ban ezt a dobozgyűjtő akciónkat. Akkor még a Babits Mihály általános iskolával közösen, és hogy elgondolom, hogy a 10 év alatt több mint 1500 gyerekhez jutott el a garaista gimnazisták által összekészített kis ajándék. A közel 100 ajándékokkal teli cipős dobozokat a Humán Szolgáltató Központnak adták át, akik a velük kapcsolatban álló családoknak juttatják azokat el. Nagyon nagy örömmel fogadtuk, tudtuk, hogy a Garai János gimnázium már évekkel ezelőtt is gyűjtött, és más gyerekeknek is nyújtottak nagyon nagy örömeket ünnepek alkalmával, és nagyon büszkék voltunk arra, hogy az idén a mi intézményünkre esett a választásuk, hogy a mi ügyfeleinknek adják át ezeket az ajándékokat, amelyeket itt a színpadon majd átveszünk. A Humán Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat több mint 600 gyermeket patronál a körzetében. A mostani ajándékcsomagok a családok átmeneti otthonában élő gyermekek karácsonyát teszik majd gazdagabbá. Somogy és Baranya megyék híreivel megyünk tovább. Kitüntették a legjobb baranyai cégeket top 100-as lista a tavalyi árbevételek alapján. 400 doboz 4 iskolába, cipős doboznyi ajándékkal segítenek a kormányhivatal dolgozói. Hűvösvölgyi Ildikóval és Kisfaludi Andrással zárult az évad, idén utoljára pécsi cirfangi esték.
Díjazták a megye legjobban teljesítő gazdasági társaságait a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarában szerdán. A tavalyi nettó árbevételük alapján állt össze az a top 100-as lista, amely alapján a pécsi székhelyű Mecsek Fűszért végzett az élen. Az eseményen a helyi iparkamara elnöke kiemelte, hogy megyénk nem éri el a hazai átlagot a gazdasági teljesítőképességben. A fejlődést az innovációra és az iparfejlesztésre épülő együttműködés indíthatja be. Baranya megye legsikeresebb cégeinek képviselői álltak össze egy fotóra a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara dísztermében szerdán. Itt tartották hagyományosan a top 100 díjkiosztóját, ahol a legnagyobb árbevételű baranyai cégeket ismerték el oklevéllel. Idén a Mecsek Fűszért ZRT végzett az élen. Jelentősen és dinamikusan fejlődött az árbevételünk, növekedett az elmúlt években, és ez a növekedés folyamatos, eredményes, és egy jó vállalati működést takar. Ebben az évben már meghaladjuk a 46 milliárd forintos árbevételt, és a jövő évi céljaink megközelítik az 50 milliárdot. A Pécset működő Haoni is dobogós helyezést ért el közel 34 milliárdos tavalyi nettó árbevételével. A második legjobb évüket fogjuk zárni a történelmünkben, és a perspektíváink is nagyon jók. Terveink az a pozíciónknak a megtartása a továbbiakban is, és ennek érdekében beruházunk, illetve intenzíven fejlesztjük a munkaerőt mind a cégen belüli oktatásokkal, mind egyéb együttműködési megállapodásokkal. Biztató, hogy a top 100-at egy pécsi székhelyű hazai cég vezeti. Azonban a megyék közötti összehasonlításban Baranya gazdasági teljesítménye elmarad az átlagtól, mondja a helyi iparkamara elnöke. A baranyai top 50 nem ér fel a Komárom-Esztergom megyei top 3-mal, tehát a megye gazdasági teljesítménye nagyon alacsony. Így a top 100 cégünk teljesítménye is nagyon sok másik megyében nem férne be az elsők közé. Én úgy gondolom, hogy Baranya elindult a fejlődésben, hogyha most az a együttműködés a önkormányzatok, egyetem a kamara között megvalósul, amit elmúlt évben alapoztunk, akkor mind az egyetem lépésváltás programja, illetve hozzá kapcsolatban a kamara iparfejlesztési programja mentén föl tudunk csatlakozni egy 10 éven belül a magyar átlaghoz. Akkor 10 éven belül elérheti megyénk a magyar átlagot, véli a kamara elnöke. Sikfői Tamás éppen erről az együttműködésről beszélt az esemény nyitó előadásában. Itt az egyetemen nyíló innovációs bázist és az ehhez kapcsolódó kamarai iparfejlesztési elképzeléseket vázolta, amikhez kapcsolódna még a pécsi és a megyei apparátus. Így indulhat gazdasági fejlődés térségünkben. Játékokat, édességet és iskolaszereket is rejtettek a cipős dobozok mágocson. A Somogy megyei kormányhivatal dolgozói évről évre gyűjtést szerveznek, hogy a nehéz sorsú gyermekek karácsonyát szebbé tegyék. Idén mintegy 400 doboznyi ajándékot visznek 4 somogyi iskolába. Ünnepi műsorral is készültek a gyerekek a Nágocsi Szent Ferenc általános iskolában, ahol 50 gyereket leptek meg ajándékokkal a Somogy megyei kormányhivatal dolgozói. A kicsik izgatottan bontogatták a csomagokat. Egy ilyen távirányítós autó, mert hozzá elemet, meg autókat, meg egy rajzfüzetet. Az intézményben tanuló diákok nagy része rossz anyagi körülmények között él, sok családnak ajándékra sem futja. 84 tanulónk van jelenleg, állandóan változik a létszámunk az anyaotthonok miatt, nagyon nagy szükség van arra, hogy támogatásokat kapjon az iskola, ugyanis hát különböző helyekről érkező nehéz sorsú gyermekekről is beszélhetünk itt. A gyerekeknek a nagy része hátrányos helyzetű. A Somogy megyei kormányhivatal dolgozói immár 5 éve gyűjtenek egy-egy cipős dobozni ajándékot a rászoruló gyerekeknek. Számunkra nagyon nagy öröm összeállítani ezeket a dobozokat. Számomra azért volt külön öröm, mert láthattam a kollégák arcát, amikor behozták hozzánk az irodába, és a több mint 400 doboz mi ott helyben összegyűjthettük. A kezdeményezésben résztvevők évről évre több adományt gyűjtenek össze. Az idén minden vendégénél több mint 400 csomagot, cipős dobozt, ajándék
csomagot készítettek a munkatársaink. Nagy öröm a számunkra, hogy ezt átadhatjuk a gyerekeknek. Tényleg nagyon nehéz meghatottság nélkül végignézni, amikor kibontják a csomagokat. Sok olyan kisgyerek is, aki esetleg otthon nem, vagy nem, ekkor ajándékot tud kapni. Az eseményre Vicman Mihály a térség országgyűlési képviselője is ellátogatott, aki szaloncukorral lette meg a kicsiket. A cél, hogy minden gyerek arcára mosolyt csaljanak. Ismét összefogtak a pécsi vízilabdázók, 5 keleti városrészi tagovodának tudtak karácsony előtt egy kis meglepetést okozni. Ezekben az intézményekben főként hátrányos helyzetű kisgyermekek járnak. Idén a plüssök mellett játékokat, valamint egy országos játékbolthálózat felajánlásának köszönhetően 200 ezer forintot is tudtak adni, hogy azon képességfejlesztő játékokat vásároljanak. A PVSK Mecsek Füszért 5 éve minden karácsony előtt gondol azokra a gyerekekre, akikre talán nem vár semmilyen játék a fa alatt. A csapat vezetősége és játékosai kérték a szurkolókat, hogy aki teheti, vigyen plüssöket a hullámfürdőben található pécsi úszóiskola irodájába. A sok ajándékot szerdán személyesen vitték el 5 olyan óvodába, ahová hátrányos helyzetű gyerekek járnak. Pécsben a telepen helyezkedik el, családi házas környezetben, 2 vegyes csoporttal működünk már 20 évek óta. Többnyire jellemző óvodánkra, hogy hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű családok gyermekei járnak ide, úgyhogy nagyon örülünk minden támogatásnak, mert ezek a gyermekek nem részesülnek azokban a örömökben, játékokban, amikben úgy az átlag családok gyermekei, és öröm látni a kis arcukon, hogy milyen boldogság az, amikor meg tudjuk őket ajándékozni. A jótékonykodásban példamutató a PVSK Mecsek Füszért vízilabda csapata. A játékosok lelkesen vesznek részt minden akcióban. Én boldog voltam, mert mindig szép így látni a gyerekek, hogy örülnek a ajándéknak, és szerintem ez most már sok harmadik vagy negyedik év, ha jövök, és remélem jövőre is így lesz, és szeretnék megköszönni mindenkinek, aki hozott plusz állatokat, mert gyerekek örülnek azért, és szeretnék mindenkinek mondani, hogy boldog karácsony és boldog új évet. Idén nem csak plüssöket, hanem játékokat is tudtak vinni az óvodákba a vízilabdázók. Egy országos játékbolt hálózat pedig 200 ezer forintot ajánlott fel. Ezen az összegen a központi óvoda képességfejlesztő játékokat vásárol majd, és szétosztja a tagintézmények között. Idén utoljára rendeztek a pécsi Cirfandli estét a Magtár látogató központban a december 18-ai alkalom vendégei, Hűvösvölgyi Ildikó Kossuth Díjas színművésznő és férje Kisfaludi András, Balázs Béla díjas rendező voltak. Hoppá Péter beszélgető társai többek között arról osztották meg gondolataikat, hogy milyen és mekkora szerepük van egymás művészetében. Hűvösvölgyi Ildikó Kossuth Díjas színművésznő és férje Kisfaludi András, Balázs Béla díjas rendező voltak Hoppál Péter vendégei az idei utolsó pécsi Cirfandli estén. A művészházas pár szakmai pályafutásuk mellett azt is megosztották a közönséggel, hogy milyen szerepük van egymás művészetében. Hűvösvölgyi Ildikó elmondta, a magánéletben nem úgy élnek, mint színésznő és rendező. Én úgy gondolom, hogy mi kiegészítjük egymást, és teljesen rendben van, hogy egy ilyen tűzről pattant aktív nő egy komoly, gondolkodó férfi mellett leélt 42 évet. Ez teljesen rendben van. Ez biztos, hogy föntről lett elrendelve, ilyen csak egyszer történik az életben. A komoly rádiós és televíziós múltú művésznő férje Kisfaludi András több ponton is kötődik Pécshez. A Balázs Béla díjas rendező elmondta, nagyon örült, hogy feleségével együtt felkérték a pécsi Cirfandli esték beszélgető partnereinek. Egyrészt minket, mint egy aktív művészházaspárt meghívnak, hát ez fantasztikus, és jó érzés. A másik pedig, hogy én Pécset látok, én Pécset mindig nagy örömmel voltam. Az idei évadban a családok évéhez kapcsolódóan hívtak meg házaspárokat. 2019-ben tovább folytatódik a sorozat. Hoppá Péter legközelebb februárban várja beszélgető partnereit a pécsi Cirfandli estéken. Végül mutatjuk újra a legfontosabbakat. Sok az ittas vezető, Tolna megyében halálos baleset is történt részegsofőr miatt. Szociális tűzifa akció, január elejéig mindenki megkapja a tüzelőt. Ételfelajánlások, sokan segítik a téli időszakban a hajléktalan szállókat.
fiatalok a városért díjazták a tehetséges diákokat Bátaszéken. Tolna megyében pénteken helyenként elvékonyodik a felhőzet, de döntően erősen felhős időre van kilátás, számottevő csapadék nem hullik, fokozatos enyhülés kezdődik, éjszaka eleinte csak kevés helyen, később megyeszerte számítani kell kisebb esőre. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk, műsorainkat visszanézhetik a megújult tolnatalj.eu oldalon, vagy keressenek minket a Facebookon, ahova képet, videót is küldhetnek, és ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Viszontlátásra!